nagyon-nagyon szép. Hát gondolom, hogy ezen a ponton kell rámennünk az ilyes hétre. Amúgy Cliffet a többiek megnyert. Oh, oh. Super Conqueror. Erről nem volt szó. Mi keres ott egy Campbell Super Conquerorra? Miről meg téged a három? Mitől félsz? Ó, igen. A híresen pontos táros fűfegyver, ez a B-55-osan. Amúgy lehet, hogy egy ventilátort megint rápattintani. Még ezen gondolkozni fogok. Kérne nekem ventilátor erre a nehéz szakra. Nem baj. Illetve ez a Conqueror egy túlélő. Oh shit. Hát az így, what the fuck. De figyelj, ha az FPTD oda leesik, a többiek hogy nem lövik ki? Várom egyébként, hogy a Type 5 Heavy az még mindig full HP-val rendelkezik. Fú, a repesz megoldás FATD ellen baromi hatékonyan működött. 1181, GG. Type-ot, te következel. Tedd meg, szép. Nagyon szép. Kevesebb sebesszel, mint az átlagom. Oké. Eddig szexi. Tudni vinni a GV-tigert, amely GV-e 100, de lényegtelen, ne nézzétek. Van még idő. Hú, mondjuk, hogy az ellenfél most azzal megnyeri a csatát, hogy bekeppelik, akkor... akkor ki fogok rage-elni. Hogy veszít 12 tankunk? Hogy veszít el 12 tankunk egy teljes oldalt? Figyelj, eljöttünk körbe hárman, Type 5, E3, meg én. A maradék 12 tankunk nézte a közepet, meg ezt az oldalt, és elvéreztek mindannyian.
Ez szomorú. Eddig mi hárman nagyon, nagyon, nagyon jól csináltuk. Még az E3 is figyelt arra, hogy mondjuk nem jól dobja őt az ISH-t, az FPTD, nagyon jól csinálták tényleg. Mondjuk utána a Type 5 volt kicsit így elveszve ebben a körben. De az akkor is egy darab Type 5 heavy. Amúgy nem rossz eddig a táras főfegyverzet. Nem rossz ez egyáltalán. Talán. Nem hiszem, hogy van okom arra, hogy agresszív legyek. Vagy csak úgy érted, beküldjem valahol. Na jó. 1000. Még ezt kell B6-szal megismételjük, és akkor ott vagyunk, mint az előző mérkőzésben. Van. Hát a Kobra az egy igazi Kobra játékos. Dupla V-klik. Egy tárat beleküld a testébe annak a betönnek, a belehal akkor is. Egy-két lövésem van a tiltan hétre. Mondjuk jó, oké, amúgy is egy-két lövésem van rá, mert hogy kettő lövés van konkrétan a tárban, de... Róval... Jó, oké, elismerem, most eléggé hülyén vette ki magát. Figyeljetek, az a táras lövet nekem most egészen adja. Nem tudom, hogy csak a matchmaking miatt, vagy egyébként is, de... Addig eléggé korrekt. Az estérvékkel járt el kéne menni. Még 10 szek a töltés időm. Figyeljetek oda, milyen szinten erre akartam építeni az FVTD elhibázó lövését. Habár ugye, ha az elkelten ez inkább múlt rajta, mint rajtam, de hát akkor is. Ugye nem lősz el, betöltéssel lő 1200-ért. Nem baj, támadunk. Fú, mindenki engem akar ellőni. Pixelövés. Pixelövés javából. Hát, uraim, ezen a ponton hátra arc. Sorat T5-ben 13-90 vannak még hátra. És valószínűleg a legjobb taktika, amit csinálnak a többiek, hogy középen állt.
figyeltek, ha van esze a 13-nak, meg a Skodának, akkor valahogy megpróbálják ezt kibekkelni. Leülnek, nem tudom, valóban hátra, valami Huldánra, akár az A0-ra, és várnak. Rendben. Jó, innentől kezdődően ez szerencse kérdése. Vagy megtalálom őket, ahogy szeretném, és ahogy érted. Elvárható, vagy esetleg tényleg valahogy megúszszák a dolgot. Íííí, bőségzavara. Na igen, ugye rálátok arra a Skodára, csak éppen töltésen vagyok. Nem baj, elmegyünk érte. Attól félek, ez a Skoda pont bele fog futni a grillébe. Grille elhibázta a lövését, jól hallottam? Na viszont... hát... nem is tudom. Ó, értem, mit akar csinálni. Oda be akar állni. Így ugye a grille nem fog rálátni. De én igen. Kirohan a grill elé. Ott volt a 8000 és nem, mert a Skoda valamiért kiíró vágnezi a grill elé. Pár másodpercen múlt a 8K-ban a körben. Komolyan mondom, hogy ez a V5-ös a táros löveggel tök jó funkcionál. Ebben a körben minden lövésem bement? Nem, volt egy lepattanó. Hát nem is tudom. Jól működik a V5-ös, így mindent egybevetve. Once upon a time there was a man, a wandering soul, lost in the realm of our kingdom. They say he was a king who fought a great.